Ti kiadtatok egy kényszernyilatkozatot, nem olyan nagyon régen arra vonatkozott a kényszernyilatkozat, hogy rettenetes állapotban van a magyar filmgyártás, nem lesznek filmek, nem hogy elfogyott a pénz, hanem le is tiltották a pénzeket, nem fizetik ki őket. A forgatások leállnak, és az egész magyar film jövője olyan helyzetbe kerül, vagy olyan rossz előjeleket mutat, hogy nem lehet tudni, hogy egyáltalán fennmarad-e. Ez egy nagyon súlyos, néhány mondatos nyilatkozat volt. Érkezett-e bármiféle reagálás erre? Miki bácsi? Először is nem tudom, a nyilatkozatnak a lényege az, hogy a politikai változások nálunk mindig mindenféle változást jelentenek. Ez a változás, ami 1000 év óta minden néhány évtizedben meg szokott történni. Hogy gondolkodnak-e azok, akik a változást csinálják, azt nem lehet biztosan tudni, mert lehet, hogy nem szoktak olvasni a történelemkönyveket, meg tapasztalatok is nem olyan bővek, hogy ezt tudják, hogy mi ez. De hát ennyi. Hát nem reagálás. Hát mindenki igazából azt is tudja, hogy hiába egyik fülönbe, másikon ki. És hiába? Nem mai keletű az, hogy ez így van. Nem mai keletű. Sose felejtem el, hogy amikor az első zsidó törvény megszületett, akkor elég neves magyar személyiség írtak egy tiltakozást ellene. És mintha ott se lettek volna. De ha pedig ezt mondod, a Móricz Zsigmond is, meg sokan mások. Akkor most azt gondoltátok, hát hogy talán ez semmi, kivételes hát helyzet? Ez csak azért, hogy... Hát gondolom, hát a... Ez talán olyan volt, hogy először is ugye a szövegben nagyon világosan egy dolog le van írva, mégpedig az, hogy úgy gondoljuk, hogy a film az a emberi kultúra része, a magyar film az nem csak a magyar kultúra szerves része, tehát a úgynevezett nemzeti kultúra szerves része, hanem része az egyetemes emberi kultúrának, és tehát mint ilyet nem lehet leradírozni, vagy nem lenne szabad leradírozni, mert ez magának a kultúrának a rombolása, és ugye a végső gondolat az az, hogy és a kultúra az tulajdonképpen emberi jog. Na most ennyiről szólt a szöveg, tulajdonképpen ezt nem címeztük sem politikusnak, sem nem volt címzetje. Ez egy kényszerű deklaráció volt, mert úgy látjuk, hogy olyan a helyzet, hogy jelen pillanatban a kultúra, és sajnos egyre inkább azt mutatja, hogy a kultúráról kell beszélnünk, nem csak a filmkultúráról, tényleg veszélybe kezd kerülni. Illetve a kultúrának egyfajta formája kezd veszélybe kerülni. Az eltérő a más. A más. Hát, ugye soha nem szerette senki a eltérő kultúrát. Ne, bocs. A mainstream kultúra szerintetek nincsen veszélyhelyzetben? Hát sose volt, és a Main Street-et mindig az jelentette, amit a szponzor, aki a pénzt adja a kultúrára, az akart. Mindig ez volt. Csak hogy ahhoz emelkedett gondolkodónak kell lennie, aki azt hagyja, hogy a különös is legyen jelen, sőt a különös jelen legyen, mert a különösből indul el a változás. A úgynevezett művészeti változás, hogy az mit jelent, az egy más kérdés. De a különös az éllovas. Attól lesz más. A film is így indul. A különösből derült ki, hogy meg lehet a montást is csinálni. Az MTV és a Music Television is a különösből indult ki. A montásból indult ki. Tehát a más az fontos része, nem csak az emberi kultúra, az emberi életnek. Hát abszolút így van, de ez veszélyeztet a más. Amiről most beszélsz, Miklós, az tulajdonképpen nem most kezdődött. Tehát az, hogy a más típusú gondolkodásnak határt szabtak, az tulajdonképpen, ha jól visszagondolok, akkor mindig is volt. Ez mindig veszélyben volt, ez mindig egy ilyen folyamatos harc volt, ugye, hogy mindig jön valami, ami új, mindig jön valami, ami más, mindig jön valami, ami friss, és ehhez képest meg, ami természetesen
mindig nagy nehézségek árán jön létre. De ugye a mainstream kultúrát azért nem kell félteni, mert az piaci alapon működik. Tehát azt valaki befektet, és a végén ki akarja venni a profitot. Na most a kultúrának, a regényeknek, a színdaraboknak, a zenéknek, a filmeknek, a sorolhatjuk tovább a képzőművészetnek, a nagy része nem tud meglenni köztámogatás nélkül. A világon mindenütt. A világon mindenütt, de Európában aztán végképp, tulajdonképpen várjál, megeszi a kávét. Cukrot eszik. Tehát mindenhol, az egész világban ez tényleg támogatva van. Tudni, nem tud másként létezni. A piac nem tudja eltartani. A piac nem tudja eltartani, és ezt mindenhol pont, tudom. Amikor eltartja, amikor, gyere, Viki, mikor a piac megérzékeli, hogy ez valami érdekes új. Én nem kérek, én nem bírok, nem viszok kávét. Köszönjük a kávét. Tehát jó, de tovább mennék, hogy azt mondjátok, ez baromi jó, amit mondtok, természetesen ez így is van. Csak akkor most mi történt ahhoz képest, ami eddig volt ismeretes? Hát valószínűleg egy mainstream kultúrát fognak támogatni, mert a úgynevezett populizmus az a tömegre épít. Úgyhogy nem véletlen, hogy hát mondjuk a Orbán is ugye a sportot nyomja, főleg a focit. Mert az egy mainstream időtöltés, szabad időmozgalom. Tehát ugye a Bélának a filmeit biztos kevesebben nézik, mint most nem akarok más példát mondani, magyart mondani. Persze azért azt is meg kell jegyezni, hogy hiába nézik annyi a magyar azokat a filmeket, mint mondják, hogy ők 300 000 néz, vagy akár 500 000, pénz nem jön be belőle, tehát nem tudja fönntartani a jegyeladásból természetesen. A nézőszámmal. Hiába, de azt is támogatni kell valamilyen módon. Tehát most miért támogassak nem akarok beleszólni, mert ez saját jó, de speciál a Béla filmjeit, és akkor ez már egy konkrétum, amire át akartam volna térni, külföldön többen látják, mint Magyarországon. Ez például miért? Ha azt mondom neked, a Miklósét is egyébként. Hogy most mondjunk egy filmet, mondjuk a Szegény legényeket, hogy azt a filmet a világban biztos, hogy többen látták, mint 500 000, amely a legnézettebb magyar film kategóriájába tartozik, azt én most lefogadom. Egyszerűen azt kell tudomásul venni, hogy az a különbség, mint a fast food étterem, tehát a gyors étterem, és az igazi rendes konyha között. Mi rendes konyhát viszünk, kézi munkával dolgozunk, és igényesen többfogásos vacsorát állítunk elő. Miközben a paliknak meg be is lehet nyomni az arcába a hamburgert, és tulajdonképpen azzal is jól lakik. Semmi másról nincs szó, mint a legalantasabb ösztönökre való építkezés, hogy kiskorúnak tekintjük a nézőt, hogy lenézzük őt, és azt mondjuk, hogy nem érdemel meg ilyen komoly dolgot, mert hogy úgy se érti. Ami természetesen nem igaz, mert ellentétben velük mi azt gondoljuk, hogy a néző az egy felnőtt, nagykorú, érzékeny, értelmes és okos, tudatos ember, rendre, rangra való tekintet nélkül, rendelkezik a normális belső emberi intelligenciával, tehát nekünk kurvára össze kell vakarni magunkat ahhoz, hogy tudásunk legjavával ezt a fantasztikus igényességet kiszolgálhassuk. Amit tesztek nagyon régóta. Igen, csak hogy nem csak erről van szó, hanem direkt tartani a tövelyeket bizonyos tudatlansági szinten. Mert akkor kezelhetők. Mert akkor egyszerű a történet, most nem csak a mi hazánkról van szó, hanem mindenütt így van. És sajnálatos módon a konzervatívok nagyon közel állnak ehhez, hogy ezt csinálják. Ugye ne tessék elfelejteni, hogy a 30-as évek közepén az amerikai producerek elhatározták, hogy cenzúráztatják magukat. Tehát, hogy nem lehet a csókot, hogy lehet, mert mesztelenség, na, hú, hú, hú.